Tehát ezzel a felvétellel sok-sok szeretettel kedveskedik a Csabi, a gyönyörű szép feleségének, a Farkas Csabáné Rózsinak 43. születésnapi alkalmából egyenesen Verpelétre, és üzeni neked a Csabi, hogy nagyon-nagyon szeret, és kívánja, hogy minden álmod teljesüljön az életben, és üzeni neked, hogy még a mennyországban is fogni fogja a kezedet, hiszen az Isten titeket egymásnak teremtett. Legyetek szerencsések, egy életen át boldog szülinapot! Ha éjjön erre, hol adom a pénzemet, ilyen az én életem. Jó az Isten én felett, mert őt adta én nekem, de már mert jobban rosszban együtt van vele. Én az én életem, tényleg, hogy bocsáss az emberek, zsambozsak, mindent elfelejtsük. Ha éjjel elejtől adom a pénzemet, én az én életem. Gyere, Robi! Jöjjön, jó, hogy hiszen én velem, mert úgy lett a életem, én velem cselejélem, az életem. A következő felvétel szintén a Farkas Csabáné Rózsinak szól 43. születésnapi alkalmából. Köszönteni a férje, a Csabi, és üzeni neked, hogy nagyon-nagyon szeret, hiszen te vagy a világon a legszebb feleség, és jobbat, szebbet nem is kívánhatott volna az Istentől. A legjobb édesanyának és a legcsodálatosabb nagymamának szól egyenesen Verpelétre. Boldog szülinapot! Szintén egy remek felvétele, megcsináljuk a jókedvet a Farkas Csabáné Rózsinak, hiszen ma van a 43. születésnapja. Sok-sok szeretettel köszönteni a szerető férje, a Csabi, és kívánja, hogy minden álmod teljesüljön az életben, és üzeni neked, míg világ a világ, ő mindig melletted lesz, ő mindig számíthatsz rá. Legyetek szerencsések, boldog szülinapot!
Anya, hogyha nem leszek, mi lesz én velem? Máma tőli meg nekem a szívemet. Ja Istenem, mit tegyek, úgy fáj a szívem. Boldog ember nem leszek, ha te nem leszel. Elmondanám halkan zsebben mindenkinek, anya csak egy van, higgyétek el. A szívemet.